Mi adta az alapötletet ennek a fesztiválnak a megszervezéséhez? 60-as években itt nagyon neves, nagyon híres karmesterek által vezényelt szimfonikus zenekarok adtak koncerteket. Ezt a rendezvénysorozatot próbáltuk feleleveníteni, természetesen egy kicsit újra gondolva, egy kicsit a múzeum profiljára fazonírozva, és inkább az irodalmat előtérbe tolva állítjuk össze a műsorokat. Mennyire lenne nehéz a technikai megvalósítása ezeknek a színpadra állításához? Nagy általánosságban a hangversenyekkel nincsen problémánk, ahhoz megfelelő technikai berendezésekkel rendelkezünk. Főként az okoz gondot, hogy gyakran olyan színdarabokat játszanak ezen a szabadtéri színpadon, amelyeket kőszínházra terveztek, és kőszínházban játszottak eddig. Így van ez a ma esti Kosztorányi estel is, és ez az első alkalom, amikor szabadtéren játszák. Ilyenkor mindig a színház, az adott színháznak, az adott társulatnak is újra kell egy kicsit gondolnia és terveznie az egész előadást. A művészek részéről mennyi támogatást tapasztalnak? Mindig pozitívan állnak hozzá, nagy lelkesedésre és szívesen jönnek a múzeum felkérésére. Kifizetődő a múzeum számára ennek a fesztiválnak a megrendezése, vagy inkább más célokat tűztek ki ezzel? Természetesen nagyon-nagyon fontos a költséghatékonyság. Mindig igyekszünk a tervezésnél úgy összeállítani a darabokat, és ez is egy nagyon fontos szempont, hogy azok megfelelő hatékonysággal, költséghatékonysággal tudjuk színpadra állítani. Azonban mivel az eszközöknek egy bizonyos részét nekünk bérelni kell, ezért ez olyan plusz költséget ró a költségvetésre, amit nagyon nehéz kigazdálkodni, és ezt pályázatok nélkül nem is igazán tudnánk. Ma este egy Kosztolányi darabot láthattunk a Vígszínház előadásában. Mi a véleménye, mennyire volt ez sikeres? Én azt gondolom, hogy abszolút sikeres volt ez a darab, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban nagyon-nagyon rossz idő volt, egy jó néző számot tudtunk elérni, és én beszélve a főszereplővel, Feszbom Bélával, ő nagyon jól érezte magát, és ő azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy sikerült megvalósítani azt, amit a Vígszínház színpadán, és a nézőknek én pedig úgy néztem, úgy mértem le, hogy tetszett a darab. Az angol hallatlan bőgel mondja, my house is my castle, az én házam az én lábam. De a pesti ember sem kevesebb önérzettel vetheti vissza az én kávéházam, az én lábam. Mi a véleménye arról, hogy így egy múzeum kezdeményez egy ilyen színházi előadást itt? Hát ugye nem csak egy színházi előadást kezdeményez, hanem kezdeményez egy ilyen rendezvénysorozatot, amivel mélyen is őszintén egyetértek, és a mai este tapasztalata is az, hogy van rá igény, jön közönség egy ilyen estre, mint amit például majd lejátszottam. Ezt a Kosztolányi életéről szóló darabot ön szerkesztette. Mi adta az alapötletet ehhez? Néhány évvel ezelőtt a Szentesi Horváth Mihály gimnáziumban, ahol én érettségiztem, az ottani irodalmi drámai tagozaton, szerveztek egy felolvasóestet, és ott én egy Kosztolányi novellát olvastam föl. Ezt adta nekem a régi kedves tanárom, hogy én azzal foglalkozzak. És ez a novella valahogy berántott engem az életműbe. Egyszer csak úgy éreztem, hogy van egy csomó olyan mondani valóm, ami nagyon rímel ő rá, és nagyon sok olyan mondani valót találtam az írásaiban, amivel nagyon rímet ér rá. Nehézséget jelentett, vagy inkább könnyítette a feladatán az, hogy egyedül játszott a színpadon? Nehéz abból a szempontból, hogy nem kapaszkodhatok másba, tehát nincs egy végszó, nincs egy pihenőidő, nincs benne egy szusszanásnyi szünet sem ebben a közel 90 percben, és ez közben nagyon nagy szabadság is. Élvezem ennek a kötöttségét is, és a szabadságát is ebben. Mi a véleménye a ma estének a sikerességéről? Jól éreztem magam, ez a véleményem, szerettem, és büszke vagyok rá, hogy ilyen szép siker volt ma este.